feltűnően Stetskynek látszó tár, 4,5 mm-es gáz blowback-es full frame légpisztoly. Sajnos sorozatlövő funkciója nincsen, de viszont élethű, bár súlyba egy kicsit könnyebb, mint az igazi. Nagyon szépen elkészített, állítólag tajvani, amerikai. Megszokhattuk, hogy a széndioxidos légpisztolyok éles pisztolyokat másolnak, de ezúttal ez a Browning Buckmark öntöltő 22-esre hasonlító eszköz nem más, mint egy egyszerű csőletörős légpisztoly. Természetesen az Uvarex-től, bár az kérdés, hogy ezt valójában hol gyártják. De minden esetben jó pofa, hogy egy blinkert így beálcáztak. És automata biztosítása van. Uvarex XBG nevű pisztoly, amit azt hiszem most rontottam el, mert kiakadt a csöve előre, ahogy lehúztam a drótról. Ott ugye ez úgy működne, hogy a csövet rántom előre. Acélgolyós, széndioxidos. Itt a párja. Ez pedig a Morph pisztoly, ami szintén acélgolyós széndioxidos, és ezzé a puskává alakítható át. Újabb olcsó Uvarex Splinker légpisztolyok. Ez egy Browning High Powered formáz, teljesen műanyagból van, és egy Browning High Powered érdekes, hogy képest érdekes, hogy ez Double Action S-tő szerkezetű, illetve föl lehet húzni a kakast. Van rajta egy működő biztosító. Tár az egyben vehető ki, és itt van a széndioxid is, meg a gömblövedék is. Ezek a 100 euró alatti árkategória valószínűleg. Ennél kicsit drágább, ez a Walther P38 alakú, ami teljesen frameből van, ami történetesen cink. Ez ugye blowback-es, tehát hátra mozog a szánja. Viszont ezt pedig nem tud revolverezni, ami egy P38-től elég vicces. És itt pedig a lövedékek vannak a tárban. Ez a családtag, ez a Walther PPQ útmásolja. Ide jön be a 8-as forgótár, mint egy CP99-nél, aminek itt láthatjuk a homokszürke változatát. De izgalmas. Azonban ez a példányon sehol nem találni a Made in Germany, tehát valószínűleg kínai. És a széndioxidot innen hátulról kell betenni, tehát nem egybe kivehető a tár, mint a CP99-en. Ami még vicces rajta, hogy van a túloldalán egy ilyen kis biztosító farocska. Ez a légpuska, a Walther LGV. Nevet újítja föl, de természetesen már nem Ulmban, hanem Anzövegben gyártják a Uvarexnél. Legalábbis állítólag. De lehet, hogy Kína ez is. Sima csőletörő. Mindjárt majd ki is próbálom. Egy újabb Glock alakú gázpisztoly, ezúttal az ESC-től, ami egy német-osztrák cég, 9-es pak tárjába 8 darab fog férni, 9-es pakból. Acél csöve lesz, viszont sajnos csak single action. Na, ez vajon micsoda? Kalasnyikovnak látszik, és onnantól teljesen más, ahol hüvelykivető nyílás folytatódik. Ez a szimpatikus kis könnyű kézi eszköz nem más, mint egy 45 Rabber kaliberű traumatikus önvédelmi fegyver Kalasnyikov alapokon. Ez a kis táracskája, téptestes lőszerekkel, teljesen acélból készült, mindenféle szerelésűnekkel, kifejezetten jó pofa kis darab tömegoszlatásra.
teljesen újszerűnek tűnő 10x28-as traumatikus pisztolyok, azonban kicsit jobban megnézzük őket, akkor felismerhetünk bennük egy TT pisztolyt. Csak hogy ez úgy tűnik, hogy alumínium takos, és a dizájn egy kicsit modernebb lett. Egyébként kifejezetten jól néz ki, és precízen elkészített. Single action. És ugye mivel traumatikus, ezeknek nem mozog a csövelövés közben. Nincs lebillenés. Nem 762x25. Az AKBS nevű szovjet orosz cég csinálja. Kifejezetten dögös, lapos.